A legkomolyabb főszerepször 3. Ez most akkor mi ez? És akkor most hogy? Egyiket jobban szeretem, mint a másikat. Vannak benne cifraságok. Azt feltételeztem, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen decensebb valami lesz, tehát, mint a Woodhouse-i világ, tehát ugye az angol arisztokrácia, szépen vágott gyep és bokrok és kutyák szaladgálnak a kastélykertben, léha arisztokraták lézengenek a kastélyban és különböző kalandokba keverednek, de mindezt a maga szeriőz és visszafogott szintjén. Hát nem erről van szó. A darabnak a címe, hogy agyáldobás, ez nagyon találó a szó mindenféle értelmében, ugyanis a próbák nagy részében, amikor már kezdtük, és azt gondoltuk, hogy kezdjük a szöveget a magunkévá tenni, akkor úgy fél óra óránként elzsibbadt a feje mindenkinek, és szünetet kellett tartani, mert ez az iszonyatosan körmönfont kacifántos mondat szerkesztés, ami az egész darabot jellemzi, az azért nagyon lehet ugye fárasztani az embert, és ahhoz nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ez úgy tűnjön, hogy ez csípőből jön. Nos, szó, ami szó, akaratom ellenére sikerült elcsípnem beszélgetésük vezérfonalát. Mrs. Traversnek kiemelkedően domináns hangja van, uram! Akkor képben van, egyetért velem, hogy a helyzetünk csatre. Kétség kívül úgy fest, uram, hogy az apokalipszis markáns körvonalai mutatkoznak, ami az ön feje feletti légteret illeti, uram. A tanár úr mindig azt szokta mondani, hogy ha be akarunk mutatni egy darabot, akkor 3 kérdésre kell választodni. Ezt, most, itt. Az ezt, arra az a válasz, hogy na-nám, mert Woodhouse elképesztő jó szerző, és nagyon ritka, hogy színpadi adaptáció készül belőle. A mostra az a válasz, hogy és minél előbb, mert ez egy 2013-as darab, akkor került Londonban terítékre. Madeleine valami háztartási misszióba vágta a fejszét, én meg majdnem a falba a fejemet, hogy végre ihassak már egy teát. Butterfield! Fincsi puncs pacsni, uram. És az itt pedig az, hogy ez nagyon madács színházi darab, mert 3 olyan színésznek nyújt játék lehetőséget, akiknél kötelező, hogy a humornak és a vígjátéknak a nagy ágyúi legyenek, és ez itt aztán igazán megtalálható. Talán ennek az előadásnak az egyik legnagyobb erénye az, hogy 3 zseniális színész játsza majd. Itt, ami újdonság volt, mondjuk például a 39 lépcsőről, hogy ezekkel a sok figurát, fregoli szerepekkel, ezt így hívjuk, szemben, az, hogy rettenetes kevés idő van az átöltözésekre, és rettenetesen sokszor jönnek vissza ugyanazok a figurák. Tehát ugyanúgy kell kinézni. Van egy különleges partneretek az előadásban, Isis. Ritka az, hogy egy állat kerül a színpadra, illetve mi hárman már ott vagyunk, de mégis egy ilyen természetes kis kutyuska bejön hozzánk. Sejtettük, hogy nagy siker lesz a nézőknél. Keveset szerepel, nagyon frappánsan, és pont annyi, amennyivel ezt az igényt ki lehet elégíteni. Béla, amikor bejön, és mond neki utasítást, akkor még jobban kell őt ugassan, és a Bélának a jeleire kellett megtanítani, ami jól is sikerült, és meg is tanulta azokat a mondatokat, azokat a jeleket, amire ő neki még jobban kell reagálnia. Dolgozott a Fehér Istenben is velem, és hát most itt vagyunk. Hogyha személyesen ismerném őket, akkor valószínűleg nagyobb druk lenne bennem. Így én azt gondolom, hogy ők ismervén a darabot, de nem értve magyarul, a nézők reakciójából fogják levenni, hogy ez most sikerült-e nekünk, vagy sem. Én egy angloman vagyok, én rendkívül módon szeretem azt a nagyon-nagyon sokszínű mindenfélét, ami az angol kultúrából eljött, a Shakespeare-től, a Webberen keresztül, a Woodhouse-ig. Fantasztikus világ, fantasztikus kultúra. Kétségkívül az angol humor, ez egy nagyon sajátos és nagyon valamilyen humor, és nagyon nehéz megszólalni. És azért ezen a mai estén az kiderült az, hogy a színházi teremtés, az milyen sok mindenre képes, a színészi tehetség, az milyen egy különleges és semmihasonlítható adottság. The performances were just fabulous. I mean, and across any sort of
language barrier. I mean, there's no, it didn't matter that we don't speak a word of Hungarian. No, it was, no. We still found it incredibly funny, even though we didn't understand it. Marvellous. How were the actors? The actors were just fantastic. Oh, okay. Absolutely sublime. I really... Do I need to translate sublime? Really, 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 really good. They were fantastic.